Szeptember 11, Halasi Szüreti Fesztivál, ott lesz a kis csillag is, és utána kocintunk. Halasi Szüreti Fesztivál szeptember 10-től 12-ig a főtéren. Ez már a 10. Augusztus 28-án rendezik a 10. Kolikem Kiskohalas-Szabadka barátság kerékpártúrát. Indulás reggel 7 órakor Kiskuhalasról, a Közösségek Házától, a túra kiírása és regisztráció a halasmedia.hu weboldalon található. Bringázás, nézelődés, barátság határtalanul. Ömlött a víz, munkagép vágott át egy nyomóvezetéket a piacnál. Ittas vezetők, gyorshajtók, a rendőrök több órás közlekedésrendészeti akciót tartottak Kunfehértónál. Füzetből és toltartóból fogy a legtöbb, sok család vásárol a közelgő iskola kezdésre. Aki kéri, jelezze előre, egyre többen érdeklődnek házi orvosuktól a koronavírus elleni harmadik oltásról. Köszöntöm Önöket, szerda este van, ma is elhoztuk a legfrissebb kiskunhalasi híreket. Munkagép vágott át egy nyomóvezetéket szerdán délelőtt a buszállomáson folyó építkezésen. Pillanatokon belül jelentős mennyiségű víz ömlött ki a sérült csövön át a május 1 térre, a piac előtti területre. A folyam elérte a spáráruház előtti kereszteződést és a parkolókat is. Néhány percen belül a helyszínre érkezett a kiskunsági víziközmű és szolgáltató Kft. Szerelő csapata. Első becslések szerint több száz köbméternyi víz folyt el. A kialakult helyzetről a helyszínen tájékozódott Kuris István László alpolgármester és Rencsár József a városi rendészet vezetője. Az elkövetkező napokban arra kell felkészülni, hogy a május 1 tér környékén szünetel vagy akadozik a vízszolgáltatás. A kiskunhalasi rendőrkapitányság egyenruhásai vasárnap több órás közlekedés rendészeti akciót tartottak a Kunfehértónál megrendezett autós találkozón, amelynek célja az ittas járművezetők kiszűrése volt. A polisz.hu közleménye szerint az ellenőrzések során 9 sofőrnél mutatott pozitív eredményt a szonda, ebből 5 személlyel szemben járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt büntető eljárást indítottak a rendőrök, a másik 4 fővel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztek. Az ittasság kiszűrését a helyszínre kitelepített mobil ellenőrző ponton végezték. Az egyenruhások ezen felül még 21 gyorshajtóval szemben is intézkedtek. A fiúknál a focis és a szuperhősös, a lányoknál a rózsaszín és csillámos füzetek, toltartók a legnépszerűbbek. Egymás után érkeznek a családok a kiskunhalasi papírboltokba, a legtöbben ezekben a napokban szerzik be a tanévkezdéshez szükséges eszközöket, kiegészítőket. A korábbi évekhez képest nincs jelentős áremelkedés, ettől függetlenül a szülők alaposan megnézik, mire mennyit költenek. Legyen véka! Listával a kezükben érkeznek a családok ebbe a kiskunhalasi papírboltba. Sokan ezekben a napokban szerzik be az általános és középiskolás gyermekeiknek a füzeteket és egyéb iskolaszereket. Főleg ceruzákat, füzeteket, vázlatfüzetet vásároltunk, ami nagyon szükséges, mert ő már 8-os lesz, és az a legtöbb íróeszköz az megmaradt. Úgyhogy ezeket vásároltuk most. Ilyenkor lista alapján vásárolnak, vagy azért úgy nagyjából, ami megtetszik, meg is veszik? Hát lista alapján természetesen, mert fölösleges dolgokat nem akarunk megvenni. Úgyhogy lista alapján vásárolunk, igen. Otthon összeülünk, megnézzük, hogy mi hiányzik, főleg a füzetek terén, és utána jövünk és megvesszük. Ahogy közeledik a tanévkezdés, napról napra egyre többen keresik fel az ilyen üzleteket. Most visszatértünk a 4-5 évvel ezelőtti vásárlói szokáshoz, hogy nem időben kezdik el a vásárlást, hanem gondolom a pandémiai helyzetre való tekintettel inkább augusztus 20-a után jönnek a vevők a gyerekekkel együtt. Ragaszkodnak a listán fölírt dolgokhoz,
nem mernek túlságosan több dolgot vásárolni, inkább csak az alapoknál maradnak. Kockásból, 2 darab kockás, 27-32-es. Áltolódik azért szeptember első hetére is, még akkor tapasztalják meg, hogy mi maradt el. Még most az a jellemző, hogy a rajz és technika felszerelésből nem mindent vesznek meg, mert úgy gondolják, hogy jó a tavalyi, amit sajnos ugye nem tudtak elhasználni, de még az elmaradott dolgokat még ilyenkor pótolják, vagy felmerült, hogy esetleg tanárváltás, tanítóváltás és más dolgokat is szeretnek érni. A listáknak és a nagy választéknak köszönhetően mindenki gyorsan megtalálta a neki szimpatikus tollakat, füzeteket és egyéb iskolai eszközöket. Raymond Annát arra kértük, sorolja fel, mi minden került a kosarukba. Füzeteket, tollakat, szövegkiemelőt, ceruzát, radírt, ilyeneket, ami szükséges. Honnan tudtátok, hogy mi az, amit meg kell venni most az új tanévre? Hát nekünk azt mondták ugyanaz, mint tavaly, csak fizika, kémia, biológia is kell. Ahhoz is vásároljunk kockás füzeteket, úgyhogy ennyi. Füzetek vannak a kezedben, mi alapján választottad ki, hogy mi legyen a borítón? Hát inkább az ilyen virágosokat, igaz, nem annyira szeretem őket, de most így füzeten így jó, meg ilyen csillámosak, meg ilyen csajos rózsaszínt, meg ilyeneket. Nem csak a kisiskolásoknak vásárolnak ezekben a napokban, volt olyan egyetemista, aki szintén most vette meg a szükséges dolgokat. Főként füzeteket jöttem nézni, illetve még egy kisebb füzetet saját magamnak. A nagyobb füzeteket inkább az egyetem miatt nézem, úgyhogy csak azért jöttem. Én inkább az ára megyek, hogy inkább olcsóbb legyen, és hát igazából ennyi. Ilyen fapadosabb legyen, egyszerűbb, legyen túlcsicsás, bőven jóhoz. A kereskedők a hét második felében még nagyobb vásárlói rohamra számítanak a boltokban. Már utalják, illetve a postások kézbesítik a családtámogatásokat. A tanévkezdéssel járó anyagi terhek csökkentéséért a szeptemberi családtámogatásokat, így a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást is előrehozottan küldik meg az érintetteknek. A kormányzati tájékoztatás szerint a postai kézbesítés kedden elkezdődött, a bankszámlákra pedig szerdán érkeznek majd meg a támogatások. A tanévkezdési terhek csökkentésére a munkáltatók is adhatnak juttatásokat, iskolakezdési támogatást. A szeptember végi rendes testületi ülés előtt egy rendkívüli tanácskozást hívott össze Fülöp Róbert polgármester. Csütörtökön délután előbb bizottsági, majd testületi ülésre várják a képviselőket a Városháza dísztermébe. A tervek szerint 28 napirendi pont megtárgyalása vár a megjelentekre. Többek között lakhatatlan, rossz állapotú épület lebontásáról születhet döntés. A képviselők tárgyalnak egy úttársulat megalakításáról, amelyet a Borostyán és a Hírnök utca lakói kezdeményeztek. A testületi ülés történéseiről a következő híradóinkban számolunk majd be. Napról napra egyre többen érdeklődnek házi orvosuktól a harmadik koronavírus elleni védőoltásról. A tapasztalatok szerint azok, akik az első két oltást is viszonylag korán kérték, most is szeretnének az elsők között vakcinához jutni. A halasi emberek közül is egyre többen érdeklődnek házi orvosuknál a koronavírus elleni védőoltás harmadik vakcinájáról. Azok, akik korábban megkapták az első két oltást, nagy valószínűséggel igényt tartanak majd a harmadik injekcióra is. Én felvettem az első kettőt, és én fel fogom venni nagy valószínűséggel a harmadik oltást is. Mint az egészségem érdekében, mint pedig a közösség érdekében, illetve én olyan közösségben is dolgozom, ahol ezt fontosnak tartom, és én ezt is közvetítem a kollégáim, illetve a lakók, vagy aki, ahol dolgozom, azok fele is. Én beteg voltam mind a két oltás után, de én azt gondolom, hogy akkor is az egészségünk a legfontosabb. A házi orvosok azt mondják, egyre többször csörög a telefon a harmadik oltás kapcsán. A páciensek naponta informálódnak arról, mikor kérhetik és kaphatják az injekciót. Egyelőre mi házi orvosok a kínai oltást, aki először kínai oltást kapott első kettőt, azoknak szervezzük a harmadik oltását elsősorban. Hogyan informálódhatnak önöktől? Mindenképpen telefonáljanak, és a megfelelő tájékoztatást megpróbáljuk nyújtani számukra.
Mindenképpen fontos figyelni a betegek állapotát, illetve a járványnak az alakulását, és azoknak a betegeknek, akiknek olyan az immunrendszere, olyan az egészségügyi állapota, a most induló negyedik hullámmal miatt nagyon fontos, hogy fölvegyék a harmadik oltást, és külön nagyon-nagyon fontos lenne azoknak a betegeknek vagy pacienségnek fölvenni az első oltást, aki ezt eddig nem tette meg. Sokan vannak persze olyanok is, akik egyelőre még mindig kivárnak és próbálják oltás nélkül elkerülni a koronavírus járványt. Hát tartok tőle, de nem tudom. Hát én nem járok olyan nagyon zsúfolt helyekre, úgyhogy nem tudom. Nem vagyok elzárkózva az oltások ellen, de most egyelőre még nem kérem. Harmat Jánosné azok közé tartozik, akik két oltáson már túl vannak, azt azonban nem tudja, jó ötlete harmadik vakcinát is kapni. Én már megkaptam mind a kettőt. Régen, márciusban, harmadikon, meg még gondolkozom, hogy föliratkoztam, nem tudom még, hogy lesz. Mi az, ami miatt vacilál, vagy miért nem biztos abban, hogy kérni? Mert sok mindent mondanak, és megkeverik az embereket. De mi az, amit hallott? Mi az, ami miatt kérni, mi az, ami miatt nem kérni? Hogy ez nem jó, meg az a hatása, meg ilyen dolgok, és akkor... A házi orvosok azt kérik, akik szeretnének harmadik oltást, előzetesen mindenképpen érdeklődjenek telefonon. Főzni való kukorica, barack, paprika és paradicsom. Többek között ezeket keresték ma a legtöbben a kiskunhalasi piacon. A termelők azt mondják, az időjárás miatt egyáltalán nem olyan a zöldségek és gyümölcsök minősége, mint a korábbi években. Ez persze az árakon is meglátszódik. Nem öreg. Sokan kerestek főznivaló kukoricát ma délelőtt a piacon, emellett jól fogytak a különböző zöldségek és gyümölcsök is. Paprikát vettem, és sárgarépát, de még célom van zöldséget venni, aztán más nem nagyon. Milyen a kínálat, hogy látja? Hát most az idén gyöngébb, mint tavaly volt, vagy tavaly előtt inkább ahhoz hasonlítanám, gyöngébb és drágábbak az árak. Jelentősen emelkedett mindennek az ára? Igen. Azt mondhatom, például a őszi barackot az idén azért nem tettem el, mert hát 7-800 forint a normálisabb barack, úgyhogy az idén kihagytam ezt a műveletet, de most paprikát rakok ellecsónak télire, úgyhogy ezzel pótoljuk a nyári dolgokat. Hát most édesalmát szeretnék vásárolni. Csak megesszik vagy? Készül belőle valami? Megesszük. Szeretjük az almát, kompótnak is, így is szeretjük. A piacon árusító termelők többsége az elmúlt hónapok időjárására panaszkodott. Ez nagyban nehezítette a munkájukat, és a termés minőségét is befolyásolta. Minőségre rosszabb lett, mennyiségre nem, de minőségre. A paradicsomra nagyon kihatott, a paprika gyorsan immelélt. Meg ilyesmi, sajnos. Mit keresnek leginkább a vevők, ha ide jönnek önhöz? Miből fogyott a legtöbb? Hát az olcsóból. Minden olcsó legyen. És szép. A drágább, kicsit szebb, hát az már nem igazán. De a olcsóbb, az igen, az ment. Barackból is sokkal kevesebbet találni most a piacon, mint a korábbi években. Ez az árakon is jól érződik. Szinte a termésnek 70-80%-a teljesen elment, úgyhogy... Fagy? Fagy, igen. Nálunk csak a fagy, de a fagy volt, az nagyon durva volt. Tavasszal volt egy 6-7 nap, 8 nap, és mínusz 7-8 fok. Ennyi. Nekünk rengeteg olyan fajtánk is van, amelyik még az életben nem termett, meg 5-6 évesek, és van, amelyik állandóan termett, tehát így nagyon nehéz így megsatszolni. De mondom, ez így, van, amelyik fán csak fél ládával jött, van, amelyiken deka nincs, van, amelyiken 3-4 ládával, tehát nagyon nehéz ezt megsatszolni. Sokan mielőtt megvesznek egy gyümölcsöt, szeretik megkóstolni, hogy biztosan jó legyen a portéka. Ezen a standon például a szőlőt csipegették a vásárlók. A szőlő elég édes, ízletes, jó szőlő, jó borbóna belőle. És milyen az igazán jó szőlő? Hát az, amelyik jó cukortartalma van neki. Amelyiknek cukortartalma van, abból jó bort lehet csinálni. A termelők legközelebb e hét szombaton érkeznek friss portékákkal a halasi piacra.
Aki szeptemberben vonattal utazik a fővárosba, jó, ha már előre tudja, hogy több olyan nap is lesz, amikor módosított menetrend szerint közlekednek majd a járatok. A vasúttársaság közlése szerint a Budapest keleti állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt járnak majd módosított rendszerint a Budapest-Kunszentmiklós-Tas-Kelebia vonalon a vonatok. Szeptember 4-től 5-éig, 11-től 12-éig, 18-től 19-éig, valamint 25-től 26-áig áll fenn a megváltozott helyzet. Az utasoktól azt kérik, hogy tájékozódjanak előre. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁV Direkt telefonszámán és a mávcsoport.hu honlapon is. Most egy-egy mondatban felidézzük, hogy mik voltak mai híradónk legfontosabb témái. Ömlött a víz, munkagép vágott át egy nyomó vezetéket a piacnál. Ittas vezetők, gyors hajtók. A rendőrök több órás közlekedésrendészeti akciót tartottak Kunfehértónál. Füzetből és toltartóból fogy a legtöbb. Sok család vásárol a közelgő iskola kezdésre. Aki kéri, jelezze előre. Egyre többen érdeklődnek házi orvosuktól a koronavírus elleni harmadik oltásról. Kedves nézőink, szerdai hírösszefoglalónkat látták, de kérem, hogyha tehetik, akkor ne kapcsoljanak sehová, maradjanak továbbra is a Halas Televízióval. Most jön az időjárás előrejelzés, melyből megtudhatják, hogy a következő 24 órában milyen időre készülhetnek Kiskunhalason, aztán pedig a napi mozaik keretében Hoffer Dani kiskunhalasi fellépéséről láthatnak egy 8 perces összefoglalót. Én ezzel köszönöm meg, hogy ma is minket választottak, és kérem, ne feledjék, holnap 19 órakor ismét jövünk a friss hírekkel. Viszontlátásra! Thank you.